A Bezdán Járpás Róbert 11 hektáron termeszt fűszerpaprikát. Az idei évben tapasztalható rendkívüli hőség és szárazság az ő ültetvényét is megviselte. A termés egyelőre jónak ígérkezik, viszont a hőségben folyamatosan locsolnia kell a növényeket. Sajnos egy eléggé nehéz évünk volt, és gondolom, hogy még nincs vége. Nagyon nagy a szárazság, közben volt olyan alkalom, hogy fél óra alatt 70 liter per négyzetméter esőt kaptunk, úszott minden, sajnos azután, amit lehetetlen volt elkerülni, az a betegség, nagyon megküzdöttünk vele, végül sikerült, azt mondom, hogy egy elég jó állapotba visszahozni a növényt, hogy mégiscsak egy normális termést tudjunk elérni. Annyira nagy volt a szárazság, hogy mikor már a növény megnyűlt eléggé nagyra, akkor már kevés volt neki a csöpögtető, muszáj volt még felülről is öntözni, úgyhogy azért tudtunk egy ilyen megfelelő nagyságú paprikákat kitermelni, mert alulról fölülről volt öntözve. Amennyiben hosszú és meleg őszünk lesz, Róbert akár 3 szedésre is számíthat. Véleménye szerint az idei fűszerpaprika minősége nem fog elmaradni az előző évitől, azt azonban, hogy 1 tonna leszedett termésből mennyi őrleményre számíthat, egyelőre nem tudja megbecsülni. Az idei évben meglepődtünk mi is, hogy milyen korán elkezdtük szedni, tehát már tudtuk volna augusztus elején, ami egyáltalán nem hagyományos, de 15-én elkezdtük szedni, és azóta naponta minden nap járunk ki, minden nap szedjük a paprikát. A termés az elfogadható elsőre, na mostan, mivel korán szedünk, reménykedjünk nagyon abba, hogy a második, vagy akár a harmadik szedés is, hogy lesz egy olyan minőség, ami nekünk megfelel a feldolgozásra. Az első termés, ő kapja legtöbb napot, napfényt, ugye, és ez kellene, hogy legyen a legminőségesebb paprika, de mivel már ilyen hosszú, szép őszünk szokott lenni, nincs kizárva, hogy a második szedés is meg fog felelni annak a minőségnek, amiből mi egy jó őrleményt tudunk kapni magas minőséggel. A bezdáni fűszerpaprika őrlemény különleges feldolgozásának köszönhetően olyan finom, hogy még Magyarországról és Horvátországból is jönnek vásárolni belőle.